Sziasztok, én Németh Nemes Aranka vagyok, és az október 10. általános iskola tanítónénia vagyok, most másodikos. Először is szeretném, hogyha beszélnénk egy picit arról, hogy mit is fogunk ma tanulni, és kiről is fogunk ma tanulni. Lázár Ervin a Kék meg a Sárga című szövegét fogom nektek felolvasni, de mielőtt felolvasnám, szeretném megmutatni nektek, hogy kicsoda is írta ezt a művet. Budapesten született Lázár Ervin 1936. május 5-én, és Budapesten hunyt el 2006-ban, december 22-én. A képen őt láthatjátok, csodálatos író volt, Kossuth Díjas magyar író, elbeszélő és meseíró. Nagyon-nagyon jó meséi vannak, én csak ajánlani tudom nektek, hogy olvassatok sok Lázár Ervin szöveget. És hát akkor hallgassuk meg a mai anyagunknak a fő szövegét, a Kék meg a Sárga, az olvasókönyvetekben a 10. és a 11. oldalon található. Lázár Ervin, a Kék meg a Sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb, mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolt a sárga, s különben is talán köszönne. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt. Ha nem látná, én kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, brrr, vagy sárga vizet. Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga kankalint, meg őszi erdőt. Maga túlmohó, beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó vagyok. Sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. De a sárgának nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kék két festékpötty összefolyt. A kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty! Így hangzott a kis mesénk. Láthatjátok az illusztrációban, hogy a két festékpötty hogyan találkozott egymással. Beszélgessünk egy picit a szövegről. Mindig meg szoktam kérdezni az elején, amit mindig el is mondok, hogy húzzátok mindig alá azokat a szavakat, amelyeket nem értettetek. Egy szöveget, akár legyen az vers, akár legyen az mese, nem lehet addig értelmezni, amíg nem értettétek meg. Mivel, hogy most képernyőn keresztül kommunikálunk egymással, ezért én bátorkodtam egy pár szót beírni a zárójelbe, hogy mi lehet esetleg az a szó, amit nem tudhattok. De lehet, hogy van másik, vagy lehet, hogy nem is ugyanezek azok. Én azért minden esetre ezt megbeszélném most veletek. Az első az ingerülten. Mit jelent az, hogy ingerülten? Mérgesen, dühösen, ugye? Aztán kankalin. Mi az a kankalin? Az egy virág, ugye? És a mértéktartó. Mit jelent az, hogy mértéktartó? Ugye,
mértékletes, tudja tartani a mértéket, nem visz túlzásba dolgokat, mértéktartó. Kik voltak a történet szereplői? Ez a következő kérdésem. Tulajdonképpen a címünk is már elárulja, hogy kik voltak a történet szereplői. Hát a kék meg a sárga színek, igaz? Tulajdonképpen emberi tulajdonsággal ruházta fel őket az író, mert hogy a kék meg a sárga szín, az tud-e beszélni? Nem tud beszélni, de emberi tulajdonságokat kaptak ebben a szövegben, és így beszélgettek egymással. Sőt, emberi érzéseik is voltak ám, nem is akár milyenek. Miről szólt a történet? Ez a következő kérdésem. Miről szólt a történet? Itt nagyon-nagyon fontos, hogy elmondjátok mindig a saját véleményeteket. Nem egyformán láttuk, nem egyformán éreztük magunkat, amikor olvastuk. Tehát most nagyon szívesen meghallgatnám azt, hogy te hogyan érezted magad közben, neked miről szólt ez a történet. Vajon arról, hogy két festékpötty találkozott és veszekedett, ezt láttad bele? Vagy azt láttad bele, hogy a két festékpötty összeforrt? Egyik is, másik is igaz, de mire figyeltél fel jobban, ez már ugye egy másik kérdés. Tehát két festékpötyről szólt, akik dühösek voltak egymásra, igaz, mert egymás mellé kerültek nagyon szorosan, és addig-addig dulakodtak, hogy végül összefolytak, és a két színből egy szín lett, igaz? Színkeverés történt. Hogyan viselkedtek egymással a szereplők? Hogyan viselkedtek? Most ugye mondanátok azt, hogy csúnyán veszekedtek, így van, természetes, hogy ezt mondanátok, és igazat is mondanátok, nem voltak egymással kedvesek, nem voltak egymással rokonszenvesek. Milyen emberi tulajdonságokkal rendelkeztek? Ez erre a kérdésre húzódik még rá. Milyenek voltak? Hogyha egy emberhez hasonlítjuk őket, és hogyha így dulakodtak, veszekedtek, akkor milyen emberi tulajdonságaik voltak? Irigyek voltak-e? Bizony. Mohók voltak-e? Bizony. Sértődékenyek voltak-e? Igen. Aztán magabiztosak voltak-e? Én színezem akiket, én vagyok a legfontosabb, én, ugye? Bizonyám, túlzásba is vitték a magabiztosságot. Így van. Aztán, mi volt a problémájuk egymással? Mi volt a problémájuk egymással? Hát az, hogy szerettek volna csak egyedül lenni azon a bizonyos papíron, ugye? Nagyon közel voltak egymáshoz, és szerettek volna csak ők egyedül helyet kapni azon a papíron, de ezzel szemben egymás mellé lettek lecsöppentve, és elfoglalták egymás helyét. Ez volt a kezdő probléma. Aztán meg, hogy ebből mi sült ki, hát hallhattuk. Mi történt a végén a két festékpöttyel? Hová és mivé lettek? Ugye a két festékpötty külön-külön állt a papíron. Ugye volt a kék és volt a sárga. És addig-addig dulakodtak, hogy ugye összeért a szélük, végül pedig... Ilyenkor azt mondjuk-e, hogy eltűntek, vagy hogy egyé lettek? Eltűnt-e a kék, és eltűnt-e a sárga szín? Nem tűntek el, hanem átalakultak, igaz? Ahogyan összefolytak, zöldé váltak. Tehát mind a kettejüknek szükség, tehát mind a kettőre szükség volt ahhoz, hogy kialakuljon ez a zöld szín, a kékre is, és a sárgára is. A festékpöttyökről. Na nézzünk, beszélgessünk egy kicsit a festékpöttyökről. Ugye láthatjátok, hogy a kéket kékkel, a sárgát a sárgával színeztem. Nézzük az elsőt, ugye először is a kéket. Milyen tulajdonságokkal rendelkezett a kék festékpötty? Menjünk sorba. Okos volt-e? Szerinted? Nem feltétlen. De erről nem kapunk túl sok információt a szövegből. De nem feltétlen.
büszke volt-e? Bizony, nagyon büszke volt magára, amiért ő a kék szín. Aztán barátságos volt-e? Nem mondhatjuk. Igaz? Lekicsillő volt-e? Lenéző volt-e? Bizony. Bizony. És akkor most nézzük a sárgát. Milyen tulajdonságokkal rendelkezett a sárga festékpötty? És akkor most ugyanazokat a kérdéseket fogom feltenni a sárgával kapcsolatban. Okos volt-e? Nem mondhatjuk rá sem, igaz? Büszke volt-e? Bizony az volt. Barátságos volt-e? Nem volt barátságos a sárga szín sem. Lekicsinlő volt-e? Bizony, ő is lekicsinlő volt. És hát ugye a következő kérdésem az, hogy voltak-e közös tulajdonságaik akkor? Hát igazából a tulajdonságok közül, amit felsoroltunk, mindenben megegyeztek. Igaz? Igaz? Tehát szinte azon kívül, hogy különböző színű festékpöttyök voltak, ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeztek. Büszkék voltak, barátságtalanok voltak, igaz? Tehát nem akartak egymással kommunikálni, normálisan beszélni, barátkozni, hanem csak lekicsinlően viselkedtek egymással. Tehát tulajdonképpen így, amit zölddel láttok, hogy zölddel írtam ki, ez a már ugye az összeolvadásnak a fázisa, ők teljesen egyformák voltak, csak a színük volt különböző. Milyen kék színek fordulnak elő a természetben a történet alapján? Mit színezett a kék? Elmondott itt a kék magáról nagyon-nagyon sok mindent, hogy mi minden színező valójában. Emlékszel rá? Nézzük. Az eget ő színezte. Mit színezett még? A tengert ő színezte. Mit még? A vizeket. A virágokat. Ugye? Azt mondja, hogy a legszebb virágok azok kékek. Szerinte. És az emberi szemek közül azt mondja, hogy a legszebb a kék szem, a legszebbek a kék szeműek, így gondolja a kék. Nézzük, milyen sárga színek fordulnak elő a történetben, tehát mit színes sárgára a sárga a történetben. Emlékszel rá? Kankalint, az egy virág, és az őszi erdőt, ugye? Az őszi erdő nem csupán sárga, de az igaz, hogy a sárga is a meleg színekben pompázik, és van közöttük nagyon sokféle sárga szín is. Tudsz-e felsorolni még a természetben előforduló sárga színt? Ami mondjuk nincs benne ebben a történetben, de ami a természetben előfordul, és sárga színe van. Természetesen sárga színe van, tehát nem mi emberek festettük be. Biztos vagyok benne, hogy tudsz akár élő lényeket felsorolni, állatokat, növényeket. Például van sárga tulipán, igaz? Aztán a kis csibe, az is sárga, sárga is van. Nem csak sárga csibe van, de a legtöbbje, igen, amely később fehér lesz, az sárga, amikor picike. Aztán papagájok közül is van sárga, nekem is sárga papagájom van otthon. Aztán a napraforgó, ugye? A napraforgó nem teljesen sárga, de ugye a szirmai azok sárgák. És akkor nézzük még egy kis érdekességet, hogy tulajdonképpen akkor hogyan is néz ki. Most egy kis rajzóra következik. Nézzük az alapszíneket, ugye. Hogyha megnézitek, akkor ugye van
A sárga legfölül, a kék és a piros. Hogyha megnézitek ezt a három kört, ahol találkozik egymással, akkor hát ugye a történetünkből kifolyólag is láthatjátok rögtön, hogy a sárgából és a kékből milyen, a sárgából és a kékből milyen szín lesz. Hát zöld, igaz? Tehát láthatjátok, ahogy a történet is mutatta, hogy ez bizony igaz, valós alapja van a történetnek a két festékpöttyről. Aztán, hogyha a sárgát és a pirosat összekeverjük, akkor milyen színt kapunk? Narancsot. És hogyha a kéket és a pirosat összekeverjük, akkor pedig lilát fogunk kapni. Tehát láthatjátok azt, hogy valójában a színkeverés az hogyan is néz ki. Én azt ajánlom, hogy ha elolvastad egyedül ezt a történetet jó párszor, az olvasás gyakorlása kép is nagyon fontos, és azért is, hogy a szöveget megismerjétek még jobban, egymagatok is. Írd fel az írót a füzetedbe, rajzold le a két festékpöttyöt úgy, ahogyan elképzeled a találkozásukat, aztán próbáld ki otthon a 11. oldalon lévő játékot a színekkel egy papíron. Ugyanis, hogyha ecsettel csöppentesz rá két festékpöttyöt a papírodra, akkor meg tudod majd figyelni, hogy hogyan olvadnak össze, hogy hogyan lesz belőlük egy szín valójában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ennyi fért a mai óránkba, sziasztok!